Szervusztok! Ebben a videóban Ritának válaszol a kérdésére. Áldozati mintából kilépés, bűntudat és önmarcangolás elengedése, meghalladása. Jó volna már. Oké. Ugye minden, ami eddig történt velünk, az ősidőkben, ebben az életben, előző életekben, és csomó olyan része van még a létünknek, amire nem is emlékszünk, az egy csomó memória. És egy csomó memória ebből megoldatlan, elvarratlan, integrálatlan, és emiatt ez azt jelenti, hogy nem semlegesek. A gyógyulásról szól, vagy azt jelenti, hogy megoldjuk azokat a memóriáinkat, amikben érzelem rejtőzik, vagy ami mögött érzelem rejtőzik. Ez nem egy lineáris dolog. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk visszamenni gyerekkorba, és azt mondjuk, ó, nézd, 5 éves Robika, ott nem kapott fagyit, most behisztizett, semmi baj, csinálunk egy hipnózist, és Robika mindjárt tök jobb lesz. Nem, ez sokkal komplexebb. Az áldozati minta. Emlékeztek, mondtam nektek az elme rétegeződési videójában, az olyan, mint én Oreo kekszet mondtam, de hát rájöttem, hogy magyarul meg a pilóta keksz. És a pilótakex közepén az ego benyom minket ebbe az áldozati tartományba, és azt mondja, hogy hát ez van, hát mindent megcsináltál. Tudod, nem akarja azt, hogy felfedezzük a mélységet, és a mélység az a nagy tartomány. Ez az áldozati mártírság, ez már a DNS-ünkben van. De amikor az elmét kitakarítjuk, a DNS is változik. Tehát a DNS-t mi csak úgy tudjuk igazán felfejleszteni, hogyha az elmét felszabadítjuk és megoldjuk az elménkbe rejtőzködő régi konfliktusoktól. Ebben benne vannak mindenféle rossz hiedelmek, árnyoldalak, konfliktusok a hiedelmeink között. Ebben benne van egy csomó céltalanság, egy csomó szeretethiány, stb. Komplex, de mondom, ahogy mondtam, ennek van egy rendszere. Tehát, ha elkezded a rendszert, akkor lehet, hogy még nem arról beszél az első pár lépés, mint amit te keresel, de ahogy mondtam, ez az első pár lépés, ez megalapít, vagy megalapozza a gyógyulást. A bűntudat az egyik legalacsonyabb, szinte a legalacsonyabb negatív érzelem, és az egónak a üzemanyaga. Az ego két dologról szól. Nem a kis helyes cukipofa, tudod, lódító verzió, hanem az aljas, alsó verzióról beszélek. Az ego két érzelmet akar bennünk fennkelteni azért, hogy ő életben maradjon. Ez nem a legjobb szó, de ahhoz, hogy ő fent tudjon maradni, az egyik az a bűntudat, a másik meg a félelem. Tehát az ego két bűntudat és a félelmet próbálja bennünk úgy gerjeszteni, mert neki az kell ahhoz, hogy ő tovább tudjon létezni. Honnan jön a bűntudat? Hát, honnan? Rengeteg helyről. Elvarratlan traumáktól, elvarratlan gondolatoktól, integrálatlan sztorikból. Ki nem mondott szavakból. Tehát a legtöbb ember talán azt hiszi, legalábbis itt Amerikában, hogy onnan jön a bűntudat, hogy valamit csináltam. Onnan is jön a bűntudat. Tudod, jó beolvastam neki, de utána 2 napig jó voltam, utána meg olyan rossz érzés. A bűntudatom van, hogy nem kellett volna leharapni a fejét. Ez csak egy nagyon pici része. A bűntudat onnan is jön, hogy nem mondunk ki valamit. A bűntudat onnan is jön, hogy valamit eltitkoltunk. A bűntudat aztán meg főleg onnan jön, hogy van egy nagyon-nagyon mély árnyoldalunk. Több 10 000 ilyen árnyoldal van, és ebből egy pár száz evidens, egy pár százat az ember úgy boldogan megold és kipipálja, és le ott van a több 10 000, ami meg olyan ilyen homályos, elmosódott valami, hogy a bűntudat onnan jön. Tehát amikor elkezdünk az elménken dolgozni, akkor Először nagyon jól fogjuk magunkat érezni. Fú, rögtön, mennyivel jobban vagyok, és utána beesünk ebbe a tartományba, ebbe a nagyon sötét tartományba, ahol ilyen aknamező van. De tudni kell azt, hogy ezek csak gondolatok. Tehát ettől nem fog a lábunk felrobbanni, meg nem fogunk felrobbanni, csak tudni kell hozzá az a mentális erő, és az a mentális fegyelmezettség, az a mentális kitartás, hogy oké, itt vagyok az aknamezőn. Félelmet fog bennünk kelteni, az egész csak egy mentális történet. És ezt nem fogjuk tudni egyedül megoldani. Tehát talán hallottad tőlem, nem tudom, az angol videóimban mindig is megemlítem, hogy mindenképpen kellenek mentorok. Kell olyan, aki megfogja a kezed és átsegít ezeken. Kik a jó mentorok? Azok, akik már voltak ott, ahol te vagy most, és már áthidalták ezt az akadályt. Nagyon sok az üres beszéd, mint ti is gondolom, már látjátok, én is látom. Ezt nem tudjuk egyedül megoldani, nem lehet, nincs. Mert az egyik nagyon ilyen félrevezető hiedelem, amit így betettek velünk, hogy leülünk, meditálunk, és a tölgyfa alatt, ott a meditálsz, minden válasz megjön, és nem jön meg. Ez nem így van. Az ego nem fogja hagyni a válaszoknak a 80%-át, főleg a fontos válaszokat, hogy megjöjjenek. Akkor mindig lesznek ilyen kis hárítások, jaj, de jó, ez meg az, és nem jön meg. Ennek van egy eszméletlen, precíz, mérnöki precizitású logikája. Tehát az önmarcangolás az amiatt van, hogy van egy nagyon mély bűntudatunk. A bűntudat azért van, mert amikor mi magunkat marcangoljuk, akkor ott a spirituális pszichológiának a precíz kifejezése az az önutálat. Önmarcangolás az egy viselkedési forma, de a hajtó ereje az az önutálat. Mi magunkat nagyon utáljuk. Sajnos ez van, de ennek megvan a pozitív oldala, mert enélkül nem tudnánk fejlődni. Ezek a nagyon erős érzelmek nélkül nem lenne hajtóerő, hanem csak elkényelmesednénk, és ülnénk a jóba, és azt hiszik, hogy hú, milyen marha jó nekünk, és akkor csinálod a lifestyle képeket a hajóról, meg a jachtról, meg tudod, itt meg annak csak mindenki, hogy wow, milyen jó, de közben céltalanul hajlódunk, vagy tudod, az életben. Hallódunk? Most nem itt, igen. Tehát céltalanul tudod, támoljunk az életben. És azért marcangoljuk magunkat, mert az ősi elménkben és az asztrális elménkben ott van egy csomó olyan durva traumánk, megoldatlan traumánk, amikor mi bántottunk másokat, mi szentségeltük meg az Istent, a teremtőt, és ez olyan mélyen el van, olyan több tízezer réteggel bújtatva, hogy csak a bűntudatot érezzük a felszínen, de nem tudjuk, hogy miért. A bűntudat önmagában nem fog elmúlni addig, amíg ezeket az árnyoldalakat és a történeteket meg nem oldjuk. Szépen egyenként többet egyszerre is meg lehet oldani. Nekem azok a technikák tetszenek, nem feltétlenül, amikor elmegyünk a gyerekkorba, és akkor tudod, hogy mondtam, na, gyere Robika, itt a fagyi, milyen jó, anyu, ad egy puszi, de jó, tudod, stb. Hanem vannak olyan technikák, hogy több száz ilyen timeline-t, azaz idővonalat megragad, és lebeszél, integrálja az azokon meg nem oldott energiákat, és elmúlik nem csak ebből az életből, hanem az ősi időkből és az asztrál síkon lévő történetekből is ez a csomó fájdalom. Ezért van ez a sok önmarcangolás, mert nem szeretjük magunkat, ez azt jelenti, hogy nem szeretjük a testünket, ez azt jelenti, hogy félünk az Istentől. Félünk a Teremtőtől. De csak azért, mert vannak olyan megoldatlan sztóriaink, ami bűntudatot keltettek bennünk, és ha megoldjuk ezeket a sztórikat, akkor a bűntudat elmegyünk, és nem fogunk félni a Teremtőtől, az Istentől és az élettől. És akkor a testünk által, vagy felé irányzott energia is már pozitív lesz, és akkor ott a gyógyulás. Azt elmondanám, hogy az a test, ami most van ebben az életben, az volt pontosan az a test, amit a legelső inkarnációban kaptunk. És az történt, hogy akkor is, tudod, lejöttünk, ez egy ilyen szabad akaratú zóna a Föld, és az ember ezt úgy fordította, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Partizzál, tudod, csináld ezt, de igazándiból teljesen félreértelmeztük, és nem a saját fejlődésünkre fordítottuk az energiát, hanem csak kihasználtunk embereket. Nem követtük az intuíciónkat, ugye, ami az Isten irány és a hang, és elkezdtünk egyik hibát a másik után csinálni és követni, és minden hibát az ego ellenünk fordít és használ. Az egónak van egy nagyon érdekes, egy ilyen háttér trükkje, hogy próbálja bebizonyítani rajtunk keresztül természetesen, hogy az Isten az képtelen, az nem tudja, mit csinál. Ez bennünk van, ez mindenképp ott van. Nagyon mélyen, ez már így a kvantum része, kezd már oda belekerülni. És az a test, amit említettem, ami most van, ez volt a legelső inkarnációnknak a testje. A testet meg tudjuk változtatni, ha az elmébe nincsenek rossz programok, akkor meg lehet gyógyítani bármit, a kék szemedet barnáról lehet változtatni elmei programok átírásával, majdnem mindent át tudsz írni a tudatossággal, az elmén keresztül. Viszont az történt, hogy van ez a testünk, most menjünk vissza 1 millió évvel ezelőtt, aztán az idő most nem fontos, csak menjünk vissza a múltba, mikor legelőször ide jöttünk a Földre. Nem tudtuk, hogy ugye milyen térkép szerint kell, hogy mozogjunk, mert az a születéskor mindig ki lett törölve. Valahol lelki szinten tudtuk, és akkor az érzelmeinken keresztül az lett volna a feladat, hogy kisilabizáljuk, hogy milyen úton is kell, hogy járjunk. Na hát ez nem ment. Ez nem ment. Néha, tudod, egy picit ráléptünk a jó útra, aztán pofára estünk, akkor szentségeltünk. És az történt, hogy nem hallgattunk az intuíciónkra. Tehát ezt most mondom, 1 millió évekkel ezelőttre megy, és annyira frusztráltak voltunk már akkor, hogy azt mondtuk, hogy tudod mit? Cseszétek meg, akkor inkább megpusztulok, inkább megdöglök. És meghaltunk, mert az egy könnyű kilépési út volt, ahelyett, hogy átvizsgáltuk volna az elmét, és meggyógyítottuk volna a mi hibáinkat, és az ilyen frusztrációinkat. És amikor ott van ez a test, ugye mi magam mögött hagytuk, akkor egy csomó sötét, úgynevezett entity, angolul entity, nem tudom magyarul, ez mi, mert más energiák beléptek, és elkezdték programozni a testünket. Legtöbbje nem volt kedves program. És most visszakaptuk ezt a testet ebben az inkarnációban, és csak így forog a szemem, hogy jó Isten, miért érzem magam azt, hogy legszívesebben leharapnám a fejét? Miért van az, hogy tudod, és akkor tudod, mindenki kicsit már úgy őszintén tud magával lenni, akkor fel tud sorolni egy jó pár századszámon, több ezer olyan dolog, hogy tombolunk. És ezek a tomboló programok, ezek, ami az eredeti gyógyulatlanságunkat és úgymond felelőtlenségünket valahol tükrözi vissza, és mert elhagytuk a testet, elhagytuk a teremtőt, és most nekünk ebben az életben az a célunk, hogy ezeket szépen megtanuljuk, elkapjuk őket, és integráljuk őket, semlegesítsük őket. És akkor ezért említettem egy másik videóban, hogy ennek van egy metodikája, van egy szisztémája, ennek van egy nagyon precíz logikája, és a betegségek is azért vannak betéve, hogy azon keresztül, mikor az ember azt mondja, hogy miért vagyok beteg, mi ez, akkor rájössz, azért a rázé vagyok, azért van ez a rákos betegség, mert tudod, itt van egy megoldatlan trauma, és én csak tombolok, és mindenkit kinyírtam az eszembe. És van olyan a bűntudat, hogy mindenkit kinyírtunk. Olyan sok, ilyen több ezer elvarratlan sztorink van, és tudod, hogy mondtam az elme rétegeződésével, hogy az önéletrajzban teszik, hogy én annyira jó fej vagyok, én annyira édike vagyok, minden persze. Csak az egy átmeneti ideig fenntartható állapot, és utána tudod, kiesik a csapóajtó, és akkor beesünk a kígyóverembe, és akkor ott kell navigálni, ott kell megoldani a dolgokat. Tehát nekem számomra az egy ilyen személyes élmény, hogy ugye természetesen Magyarországon jöttem fel, 21 éves volt, amikor eljöttem, az volt 1989-ben, és amikor elkezdtem így tényleg így tanulni ezt a nagyon mély spirituális gyógyulást, meg az elmén keresztüli tudatossági gyógyulást, akkor nekem megadott az a csodálatos vicceként számom, hogy minden franc meg volt bennem magyarul és angolul is. És tehát kétszer annyit kellett dolgozni, de ez azért jó, mert a nyelvezetek mindig egy picivel más energetikát képviselnek, és így tudtam ezeket a különféle, nagyon kifinomult, meg finom frekvenciákat is helyére tenni. És tehát, ahogy mondtam, hogy mindenből van kiút, de ennek van egy metodikája, és nagyon szívesen tanítom, én nagyon szeretek tanítani, nekem ez az én, tehát nekem valaki azt mondja, hogy figyelj, fáj a fülem, fáj a hajam, már tudom, hogy miért, van egy-két ilyen kérdésem, akkor azt megválaszolják, és a bum-bum-bum-bum-bum, tudom, hogy kell megoldani. Jó? Tehát a Mikivel már beszélünk arról, hogy fogunk csinálni először ilyen kisebb kurzusokat, utána meglátjuk, hogy hogyan. Most próbálom a technikákat összerakni, tehát már van egy .hus a domain. Jó, tehát dolgozunk ezen, tehát tényleg az a célunk, hogy segítsünk nektek, mert tényleg muszáj kiszállni ebből, mert minden megoldatlan ilyen múltbeli önmarcangolás, az megy tovább az időben, és már ez már unalmas, nem? Ez uncsi, de nem tudunk elengedni valamit, amíg precízen át nem dolgozzuk magunkat, és nem tudjuk elengedni a fő okát, a fő okait. Jó? Ez volt. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor a következő videón találkozunk.